mindig úgy éreztük, hogy ezek a profán összejövetelek azért mégiscsak arra valók, hogy lelkünknek olyan titkait mutassuk meg, vagy készítsük fel az ünnepre, ami az elcsendesülés, az elmélyülés és a zenével való ráhangolódást segíti elő. Most egy szóló hangszert látnak itt a karácsonyfa alatt, egy Graf fortepiánót, amelynek az a különlegessége, hogy ilyenből egy van Magyarországon, az 1830-as években épített fortepiánónak a pontos másolata, és tavaly érkezett ide Budavárára, és azóta a szakma nagy örömére egy olyan hangzást tud adni, ami az akkori korszakban, az akkor komponáló zeneszerzők számára természetes volt, ám a mai fül számára egy kicsit szokatlan. Tehát ez nem egy zongora, hanem egy fortepiano, de annak már egy olyan ága, amelyik nem ez a még nagyon korai, az 1800-as évek elejére utaló, hanem már a zongora jegyeit felmutatni kész hangszer. Nekünk lelkészeknek folyamatosan nagy kérdés vagy nyomás ilyenkor a nagy ünnepek környékén, hogy mi újat tudunk mondani az ünnepről. Mi újat lehet mondani az adventről, és talán most már illik a karácsonyról. Mi lehet az, amit 2000 év után még meg lehet fogalmazni úgy, hogy az embereknek újdonság erejével hasson, hiszen ugye a mai világban az új az nagyon fontos. Mindenből várjuk az új termékeket, az új telefonokat, az új autókat, a legújabb fejlesztéseket, a legújabb felfedezéseket. És arra kellett rájönnöm, hogy semmi újat nem tudok mondani, és semmi újat nem is szeretnék mondani a karácsonyról és az adventről. Mert van olyan, amikor a régi az, ami kell. Amikor a régi az, amit újra elő kell venni, újra át kell gondolni, újra át kell ereszteni saját magunkon. Semmi új nincs a karácsonyban, semmi új nincs az adventben. De én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a régit tudjuk újra felfedezni, talán valaki éppen első alkalommal. A régit, a gazdagságot, ezt a törékeny történetet, amiben az Isten fordul hozzánk, és szeretne bennünket is érzékenyíteni, bennünket is kicsit megváltoztatni, bennünket is Isten arcú emberré tenni. Thank you.